Vasárnap evezős verseny volt az ajkai csónakázótavon. Gyereknap alkalmából megint megtelt élettel a csónakázótó. Milyen rendezvényt szerveztetek ma itt? A Veszprémi Nagycsaládos Egyesület szervezte a Neves és Evesz kupát, amit 8. éve rendezünk meg itt az ajkai tón. Én úgy látom egyre nagyobb sikerrel, hiszen tele volt a Kis-sziget, a Nagy-sziget, zsongott minden. Nagyon szeretik a gyerekek, végre kipróbálhatnak egy olyan sportot, amire nem minden nap van lehetőségük. Mennyien voltak itt? Hát körülbelül olyan 60-70 ember volt most jelen. Én úgy láttam, hogy a legkisebbektől, tehát akár a 0 évesektől, szinte a nyugdíjasokig. Igen, egészen pici, ilyen 1 éves gyerek is már beül a hajóba, és ha más nem, az anya ölébe kipróbálja ezt a sportot. Kicsit versenyt is rendeztetek azért, hogy izgalmasabb legyen a történet. Milyen kategóriákban lehetett indulni? Igen, minden évben próbálkozunk újabb és újabb versenyekkel. A szokásos az, hogy mindig van gyerekverseny, ifi kategória és családos kategória. Mivel nagyon sok család volt, most is ez a 3 verseny lett megrendezve. Melyik volt a legnépszerűbb, hol volt a legtöbb induló? Hát a családi, mindig a családi a legnépszerűbb. Sokszor szoktam akadályversenyt rendezni a gyerekeknek, de általában szárazon. Most gondoltuk, hogy ezt is egy kicsit érdekesebbé tesszük, és a vízen terveztem akadályokat nekik. Én úgy láttam, ennek volt sikere, bár engem egy kicsit megizzasztott. Igen, a gyerekek nagyon élvezik, hogyha nem csak evezhetnek, mert lehet, hogy az annyira nem megy, hanem van valami feladatuk. És akkor próbáltam olyan feladatokat összeállítani, amiben inkább a gyerek van lefoglalva. Kik voltak a győztesek? Hát a gyerek kategória, ami 0-tól 10 éves korig nevezhető, abban a győztes lett Lukács Iris, Lukács Ené, és mindig van hozzájuk egy kormányos, aki tudja a hajót vezetni, az pedig Merhala Mercedes volt. Aztán van a családi kategóriánk, ahol nem adunk kormányost, és ez ettől érdekes, mert sokszor olyanok ülnek a hajóba, akik még sosem ültek hajóba. Itt az első lett Merhala Zsuzsa, Merhala Merci, Ender István és Ender Tímea. A zifi kategóriában pedig Fű Bence, Ender Tími és Kálmán Blanka lett az első. Hogy érzitek magatokat? Itt említetted, hogy Veszprémi a Családosok Egyesülete a rendező. Évente egyszer jártok csak a tavon, vagy azért eljöttök többször is? Kétszer mindenképpen, de inkább háromszor. Először tavasszal, márciusban minden évben segítünk az ajkai természetjáró körnek kitakarítani a tavat, akkor egy ilyen általános szemétszedés van. Utána jön ez a Neves és Evesz kupa, és a végén pedig a Fagyi kupa, ami 2 hét múlva lesz.